mindig felemeljük ez az érzés, ha tudjuk, hogy ennek az épületnek az elődje megélte a történelmi vihoros évszázadét. Ahol állunk, és éppen ülünk, a Lónyai kastély északi szárnyépülete, úgynevezett magas földszintes épület, valószínű, hogy a 18. században épült, és személyzeti, azaz cserédlakásként, valamint vendégszállásként funkcionált. Amikor beléptem a parkba, akkor egy nagyon kedves barátomnak a sorai jutottak eszembe, hiszen már mennyiértnek, aki azt írta az egyik versében: kimegyek éjjel, és nézem a szép templomodat, melyben, én tudom, ott lakik még a régi Isten, aki mosolyogni tud. És érzem, hiszem, hogy érdemes odaadnom magamat. Valahogy úgy gondolom, hogy itt azok, akik megálmodták ennek a művelődési háznak a felújítását, ők úgy gondolták, hogy van miért odaadniuk magukat. És legyenek ők azok, akik gondolták, legyenek ők azok, akik megvalósították. Én úgy gondolom, hogy mindenki hozzátette azt, amivel picit több lett. Nem csak.